életmentő vakcinákkal látja el az önkormányzat a kecskeméti óvodákat. Az EpiPen oldatos injekció az anafilaxiás sokkot kapó gyerekeken segít, míg kiérkeznek a mentők. Ezt azért gyermekeknél a leggyakrabban valamilyen ételallergén okozza. És ezekben az esetekben azok a percek nagyon-nagyon fontosak, amikor esetleg már a közösségben rendelkezésre áll egy ilyen életmentő injekció. Ennek a használata azonban sokkal bonyolultabb ennél, mint hogy kihelyezzük ezeket az óvodákba, vagy az iskolákba, vagy bármilyen táborba, hiszen nem várható el egy laikustól, és ebben a helyzetben akár a tanár, akár az óvodapedagógus, egy laikusként tekinthető, hogy felismerje az anafilaxiás sok tüneteit. Mint kiderült, az esetek 20%-ában nem is tudnak arról a szülők, hogy gyermeküknek ételallergiája van. Mivel nem egyszerű az EpiPennek a használata, ezért egy-egy óvodából a dolgozók minimum 80%-a kell majd megtanulja, hogy hogyan kell használni az oldatot. A pedagógusoknak egy oktatáson kell részt venniük. El is indítottuk már az óvodákban a felmérést, ugye 31 feladatellátási hely van, ez azt jelenti, hogy ha mindenhonnan 2 óvónő az a minimum, hogy a képzésben részt vegyen és megfelelően fel legyen készítve, ez már 62 főről van szó. Úgyhogy ezt tartjuk nagyon-nagyon fontosnak, és szeretném kihangsúlyozni, hogy támogatjuk. A beszerzés folyamatban van, szeptember első 2 hetére már szeretnék eljuttatni az injekciókat az óvodákba.